érkezett a stúdióba Viszocki Sándor, a Polák Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagiskola vezetője. Köszöntelek szeretettel. Idén 40 éves a Kazinczy Ferenc tagiskola, ugye ennek apropóján beszélgetünk. Hogyan ünneplitek ezt a szép évfordulót? Igen, 1980-ban nyitotta meg kapuit először a intézményünk, mint kertvárosi iskola, és hát most 40. évét ünnepli. Hát elég sok programmal készültünk, úgy gondoltuk, hogy minden hónapban valami a 40-es év... Megemlékeztek erről a szép évfordulóra valahogy. Igen, ilyen programokat hozunk minden hónapban. Ebben a hónapban, januárban történik valami ezzel kapcsolatosan? Igen, és talán ez lesz a megnyitója is ennek az egész projektnek. Egy ilyen flashmobos 40 év kialakítását tervezzük gyerekek segítségével. Ez hogyan kell elképzelni? Ugye az most nagyon népszerű a flashmob. Igen, igen. A gyerekek elkezdenek egyszer csak táncolni. Igen, az igen, iskolában? Ez az iskolában történne, a csarnokunkban, és 40-es kialakításán gondolkozva, illetve a Kazinczy feliraton. Ez mikor lesz a negyediken? Ez a héten szeretnénk, mert ez egy klip lesz, és akkor zenét is teszünk alá, és akkor majd a Facebookon ezt szépen a iskola Facebookján megosztjuk. Hogyan folytatódik a programsorozat? Most mondhatjuk, hogy programsorozat, ugye, mert hogy azt tervezitek, hogy minden hónapban valahogy valamit kitalálni e köré, az évforduló köré. Igen, hát a következő hónapban maga az alapítványi bálunkat is a 40-es év köré fogjuk építeni. Az lesz a következő, amilyen ehhez kapcsolódó program. Utána lesznek majd még sportos programjaink, amik szintén ehhez kapcsolódó. Itt szeretnénk majd a gyerekek mellett a szülőket is bevonni, tehát gondolunk mindenkire, aki így az iskolával kapcsolatban volt, van és majd lesz. És hát alapvetően az iskolának a profilja is, ugye? Tehát, hogy a sportokban nagyon eredményesek a diákok, hogyha jól tudom. Igen, igen, ezt mindenféleképpen, tehát a sport a profilunk, és azt ki is kell hangsúlyoznunk, hogy itt pláne a 40. jubileum évnél. Ezek mellett még amúgy, tehát az egész programsorozat majd júniusban egy gálával fog záródni. És hogyha már ugye 40 év, akkor azért adja magát, hogy egy kicsit összegezzünk, mert nem tudom, hogy pontosan te mióta vagy az iskolánál, hogy kicsit így a múltba visszatekintve az iskolának a megalakulásáról, vagy az, hogy korábban hogyan ünnepeltétek ezeket az évfordulókat, erről tudsz mesélni nekünk? Igen, hát én 2002 óta dolgozom a tagiskolában. Hát a 25-30-35. Megemlékezésekre tudok. Együtt ünnepeltél akkor az iskolában. Igen, igen, igen. Elég többféle program, illetve programokat csináltunk ezekben az alkalmakkor. Volt olyan, amikor megcsináltuk a városmakettet az aulába, tehát ez ilyen 14x14 méteres nagyságban. Akkor volt, amikor gála műsort csináltunk, volt, amikor 30 kilométert futottunk a 30. évi jubileum alkalmából. Most nem akartok 40 kilométerezni? De van terve. Tényleg? Igen, van terve. Hú, nekem ez egy kicsit soknak tűnik. Ez pont egy maraton lesz, úgyhogy... Igen. Úgyhogy ez is terve van. És hogy kicsit az eredményekről is beszélgessünk, ugye, hogy beszéltük azt, hogy sportban jeleskednek a diákok, nem csak a sportban egyébként. Az elmúlt, hát nem is a 40 évben, de az elmúlt időszakból mire vagytok a legbüszkébbek elért eredmények tekintetében? Hát, tehát nagyon sok tanulmányi versenyeken nagyon jól szerepelnek tanulóink. És nem csak a tanulóink, hanem a kedves kollégák is, hisz három kolléganőnk a Bonis Bona díjjal büszkélkedhet, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, illetve nem csak tanulmányi, sport eredményekben is tényleg nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el, mint tagiskola is, és mint a nagyiskola is egyben. És ugye tehetségpont is lettetek, tehát ugye akreditált tehetségpontként tartják számon az iskolát, ez ugye azt is jelenti, hogy a tehetségek felkutatásában is fontos szerepet vállaltok. Igen, nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségekre, tehetségek fejlesztésére, és
ennek apropójából egy pályázat keretén belül novemberben egy tehetségnapot, az első tehetségnapunkat meg is tartottuk, ahol bemutatkozhattak az iskolánk tehetségei, illetve... Alapvetően itt milyen tehetségeket, és főleg sporttehetségekre gondolunk, vagy mindenféle. Mi mindenben jeleskednek a diákok alapvetően, miben a legerősebbek? Tehát mi a sportiskola vagyunk, azt mondom, hogy a sportiskola, a sport területén a legerősebb. De nagyon gyönyörű, szép hangzású az énekkarunk is. Igen, hogy kórusotok is van. Igen, igen. Tehát az is csodálatos, szép, és nagyon tehetségesek benne a tanulóink. Sőt, de szavalóitok emellett, is vannak. Igen, emellett kulturális területen is nagyon tehetséges tanulóink vannak, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy tényleg ilyen szép eredményeket érnek el. A tehetségnapon mi minden történt? Bemutatkoztak a tehetségek? Igen, itt... A tehetséges gyerekek mutatkoztak be, utána pedig bemutatkoztak a tehetségpontok is, hisz meghívtuk az iskolában és a városban a más tehetségpontokat is, és ők is bemutatkoztak, bemutatták, hogy ők náluk hogy történik az élet, mit csinálnak, hogy csinálják. Terveztek még ilyet ebben az évben? Hát az évben, most ebben a tanévben már nem. Az, hogy a következő tanévben lesz. Lesz éppen egy program, igen. Ez, tessék? Lesz éppen egy program. Lesz, most lesz. A következő tanévben meg szeretnénk ezt folytatni, és jó lenne, hogyha ebből is hagyomány lenne. Azt hiszem, hogy egy korábbi adásban beszélgettünk már róla, hogy elég speciális technikákkal is dolgoztok, például matematika órán legózni is szoktatok, és van az iskolában úgynevezett robotika szakkör is. Ezeket igen. Hogyan képzeljük el? Ez is a tehetség programon belül történik. Hát alsóba, első-második osztályban már használják a legót, tehát tényleg, tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy minden órán, hanem bizonyos órákon vannak ezek a legós, matematika legó készletek, amit bevisznek, és különböző feladatokat oldanak meg a legó segítségével. Hát, hatalmas nagy sikere van, igen, tehát a legó az amúgy is nagy sikere van. De hogy ne csak az alsósok, hanem a felsősök is részesüljenek ebből az örömből, nekik legó robotika szakkört indítottunk, ahol ilyen tabletekkel vagy laptopok segítségével programozhatnak különböző robot legókat, amik mozognak, vagy felismernek különböző színeket, vagy jeleket, és akkor annak megfelelően működnek, amit ők beállítanak. Kicsit elbeszélgessünk erről a tanévről is, és ugye kicsit már utalva a következő tanévre a beiskolázás is ugye közeleg. Erről mit tudsz elmondani? Lesznek-e nyílt napok? Igen, hát minden tagiskolának meg lesz a nyílt napja. Ez központilag majd a Polák iskolában lesz majd erről, hogy mikor lesz kimondottan a lehet pontos időpont. Igen, ez általában ilyen március vége, április elején szokott megtörténni. Alapvetően kiknek ajánlanád a Kazinczy Ferenc tagiskolát? Milyen beállítottságú diákoknak? Hát kimondott, hát a sportot szerető. Tehát sportot akik nagyon igen, szeretnek mozogni, szeretnek sportolni, a sportban szeretnének komolyabb eredményeket is elérni, azokat nagyon szívesen várjuk. Mely sport a legnépszerűbb az iskolában? Hát azt mondom, hogy a floorball, a grundbirkó, a futszál. Volt is egy grundbirkózó verseny nem olyan régen nálatok, igaz? Igen, és jövő héten lesz majd az országos elődöntő, az sikeresen bejutott a mi csapatunk is, illetve holnap pont a futszál országos elődöntő lesz nálunk, ahol szintén bejutott a csapatunk. Milyen fontos versenyek lesznek még ebben a tanévben, amit megemlítenél? Hát, amire készültök? Tehát így diákolimpiád lesz majd a terem atlétika verseny, akkor hát a diákolimpiai által kiírt versenyek, itt tavasszal már inkább a labdarúgás, ami előtérbe kerül a jobb idő, hogy jobb idő lesz, akkor már úgy inkább az lesz. De lesz mellettem egy kézilabda, röplabda is. Vannak esetleg olyan pályázatok, amik most folyamatban vannak, és amiről be tudnál számolni? Vagy aminek esetleg a megvalósulás az most be is következik ebben a tanévben? Igen, nemrég nyert egy pályázatunk, ami szintén egy ilyen tehetség pontos pályázat.
itt ilyen mese lesz a központban, és inkább a magyar nyelv, magyar irodalom felé terelődik a hangsúly, illetve emellett van egy másik pályázatunk, az a LEGO pályázat, LEGO szoba kialakítása, új LEGO robotok vásárlása, és az, hogy a maga ezt a LEGO-s projektet már ne csak az alsó, illetve az 5., 6., hanem a 7., 8. is használja, komolyabb robotok vásárlása is a célunk. És nagyon izgalmasan pályázat segít benne. Hát akkor sikeres tanévet kívánok, és élményekben gazdag programsorozatot. Nagyon szépen. Erre a szép évfordulóra is köszönöm, hogy itt voltál, köszönjük és beszámoltál nekünk mindenről.